Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mit tervez veled. Ez itt látható a képen. Az élmék jelentik az anyagiakat, vagy a munkáját, a hivatását. Itt a pénz van az asztalon, és ez a férfi azt számolgatja, tehát fontos számára jelenleg az, hogy rendezze az anyagi dolgokat, és odafigyel a munkájára is. Annak ellenére, hogy te itt vagy a közelében, és a tartásoddal mutatod a nyitottságodat arra, hogy itt legyen közeledés, egy párkapcsolat, de ez a férfi jelenleg úgy tesz, mintha nem venne téged észre, és úgy mutatja kifelé most, mennyire fontos, hogy a pénzt számolja, mennyire fontos, hogy rendezze az anyagiakat. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Itt látható, hogy belepillant a tükörbe, ahol megjelenik az ördög. Ez jelentheti a negatív érzelmeket, mint például a félelmeket, vagy a bizonytalanságokat. Az is lehet, hogy úgy figyelgeti magát a tükörben, és úgy gondolja, hogy nem néz ki jól, tehát elégedetlen magával kapcsolatban. Az is lehet, hogy van egy ilyen ördög a közelében, aki támadja őt, vagy becsapja őt, vagy hazudozik. Lehet, hogy itt anyagiakról van szó, hogy valaki kihasználta őt anyagilag, és erre ő most rájött, hiszen látja ezt a hamis szemét a tükörben. A harmadik kérdés az lenne, hogyan közeledik hozzád. Itt látható a közelség, látható a találkozás, a szenvedélyek. Te értékes vagy számára, hiszen az arany érmék gyakran jelentik a belső értékeket, és te adsz életerőt számára. Keresi a kapcsolatot veled. Még vannak itt félelmek, bizonytalanságok, veszteségek, de ez elmúlik. A következő kártya utal a jelenlegi helyzetre, vagy azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a táplálkozás. Lehet, hogy erre most odafigyel, hiszen le akar fogyni, de ez a táplálkozás azt is jelenti, hogy szüksége van arra, hogy olyan anyai érzelmekkel közeledj hozzá, gondoskodj róla. Amit ez a kártya még jelent, a munka, a hivatás, itt is látható a pénz, és az összefüggésben áll a munkával, tehát ez is fontos, hogy rendezze az anyagi dolgokat a munkahelyén, legyen meg a biztonság érzete, és én úgy érzem, hogy ebben a helyzetben neki nagyon nagy szüksége van rád. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.